Köszöntöm a sajtó képviselőt, köszönjük, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Külön köszöntöm Kovács Zoltánt, kormány szóvívő urat, aki ellátogatott Komlóra, és a jelenleg az országban, Európában és a világban aktuális kérdésként megjelenő migráns problémáról kívánunk sajtótájékoztatót tartani, illetve egy lakossági fórumot ezt követően. Kormány szóvívő úr. Köszönöm szépen! Azt gondolom, nagyon röviden abban tudnám összefoglalni a mai estének, illetve most már az elmúlt napoknak és az előttünk álló néhány napnak és egy hétnek a jelentőségét és fontosságát, hogy mindenképpen érdemes sokat, sokszor, minél több emberrel beszélgetni arról, amilyen kihívás és egyúttal milyen veszély fenyegeti Európát ezzel az új modernkori népvándorlással, ennek is az illegális formájával, amelyet Magyarország csaknem 9 hónapon keresztül a maga teljességében tapasztalt, hiszen több százezer ember ment rajtunk keresztül, több mint 391 ezer illegális migráns érkezett, illetve ment keresztül csak Magyarországon. A legutolsó számok alapján csak Németországból ebből 950 ezeren érkeztek meg a tegnapi napig. Óriási számokról, óriási kérdésekről és problémákról, és egyúttal rengeteg veszélyről kell beszélnünk, hiszen az elmúlt napok és hetek fejleményei pontosan azt bizonyították, hogy sajnos kézzelfogható, egyértelmű kapcsolat van az illegális migráció és a terrorizmus között is. A Nyugat-Európában az elmúlt években, akár évtizedekben elkövetett terrortámadások elkövetői egyértelműen migráns háttérrel rendelkeznek, még ha nem is első hullámban, bár a legutolsó esetében erről tanúskodik, ahogy említettem, de migrációs, bevándorlós háttérrel bírnak. Ma már csak a vak nem látja, hogy ez a kapcsolat fennáll, hogy a illegális migráció és a terror fenyegetettség szintjének növekedése Európában kéz a kézben megy előre, illetve növekszik azzal, hogy nem tudunk gátat vetni az illegális migrációnak. Ki kell tartanunk azon felfogás mellett, amit Magyarország már megint csak nagyon következetesen és folyamatosan hangoztat, hogy az első lépés az a határok megvédése. Mi a magunk részéről Magyarország határait sikeresen megvédtük, felállítottuk azokat a védelmi vonalakat és eszközöket, amelyekre szükség volt. Ez lenne szükséges minden európai tagállamban és tagállam részéről, mert addig még a jó kérdéseket sem lehet feltenni, nem olyan jó válaszokat megtalálni. És azt gondolom, hogy még egy dolgot kell kiemelni. Magyarország volt talán az egyetlen, de mindenképpen az első, amelynek kormánya még május-júniusban megkérdezte a magyar lakosságot arról, hogy mit gondol erről a fenyegető veszélyről, illetve erről az új jelenségről. A kommunikációs szempontból is fontos, hiszen közvetlenül tudtuk elérni a magyar lakosságot, és a nemzeti konzultáció eredményei pedig egyértelműen bebizonyították, hogy a magyarok szigorú, egyértelmű és határozott fellépés válnak az unió részéről, és azt gondolják, hogy az unió eddigi politikája megúvott. Ez már hónapokkal ezelőtt, fél évvel ezelőtt történt, még mindig ott toporgunk, hogy az unió részéről semmilyen határozott és egyértelmű lépés nem történt, nem született. Most vasárnap is csúcs találkozó lesz Európában, Törökország bevonásával. Minden reményünk az, hogy ezen a kulcsfontosságú találkozón végre egyértelmű és határozott döntések születnek. Azt hiszem, hogy Szijjártó Péterről a mai napon egyébként délután már beszélt. Ha ez a lépés nem történik meg, még egyszer nem vagyunk képesek, és nem leszünk képesek határozott ellenintézkedéseket tenni és elindulni a megoldás irányába. A mai estén arról fogunk beszélgetni, reményeink szerint nagyszámú nézőközönség előtt, illetve vagy magukkal a nézőkkel, illetve a hallgatókkal, hogy milyen jelenséggel állunk szemben, milyen veszélyeket jelent ez, és milyen megoldási lehetőségek vannak. Ha esetleg van kérdésünk, természetesen állunk rendelkezésre. Balázs. Angyal Zoltán vagyok, magyar tárgyalatirodát képviselem. Kormány szóvívő úr, hol tart most az aláírásgyűjtés? Én a tegnapi napi számokat tudom elmondani, 900 ezer fölött voltunk már, és a várakozásokhoz képest is jobban halad az aláírásgyűjtés. Azt gondolom, hogy én magam a héten már két helyszínen voltam, Celdömölkön és Kispohalason. Ott is azt tapasztaltam, és itt is az első benyomások azok, hogy az emberek szívesen írják alá ezt a kérdőívet, és szívesen nyilvánítják ki a véleményüket, mert ahogy ezt egyébként már a nyár elején is, ahogy említettem, nemzeti konzultáció adatai mutatták, elsőprő többségben, 85-90, sőt, e fölötti többségben vannak azok,
elutasítják a kötelező betelepítési kvótát, és úgy általában is azt gondolják, hogy határozottan és szigorúan kell fellépni az illegális migrációval szemben. Bocsánat, Kovácsa Márzsák a Hírtévétől. Olyan kérdésem lenne, hogy a héten látott napvilágot egy történet, vagy két történet, az egyik egy győri plébánosról, aki a misén buzdította a lakosokat az eljárásra, illetve a Somogy megyei Jákon, ahol tudom, a polgármester a közmunkásokat bízta meg azzal, hogy aláírásokat gyűjtenek. Mi erről az ön véleménye? Tudja, nekem személyes véleményem általában nagyon ritkán lehet azon körülmények között, amikor sajtótájékoztatót tartunk, úgyhogy ezt tudom megismételni, amit már korábban is mondtunk. Az egyház belső ügyeivel mi nem foglalkozunk, nem is foglalkozhatunk. A polgármester úr pedig azt mondom, az elmúlt napokban láttam, illetve az elmúlt napon láttam az ő véleményét, illetve az ő felfogását arról, hogy mi is történt, az az irányítottó kormánynak ebben nem hiszem, hogy véleményt kellene nyilvánítani. Parancsoljatok! Annyiben nincs meg kérdések, akkor köszönjük szépen! Köszönjük szépen!